Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A nyár során a kormány jelentős gazdasági döntéseket is hozott. A kormány célja, hogy az év végére az infláció mértéke egy számjegyű, 10% alatti legyen. Ez újszerű, hiszen inflációs célja nem a kormányoknak szokott lenni, hanem a jegybankoknak. Azonban az energiaárak és a brüsszeli szankciók olyan mértékűvé emelték az inflációt Magyarországon, hogy azzal a jegybank nem tud megbirkózni. Ezért a kormány átvette az infláció elleni küzdelem feladatát és felelősségét, saját vállalást tettünk és saját eszközöket vetettünk be. A tervünk működik, szeptemberben 12% körüli, évvégéig biztosan 10% alatti lesz az infláció. A brüsszeli bürokraták és Magyarország közötti vita a migráció kérdésében az ősz során folytatódni fog. Magyarország déli határánál ebben az évben eddig 128 ezer betörési kísérletet hiúsítottunk meg. A határvadászok elleni támadások mindennapossá váltak. A migránsok erőszakossága egyre nő. Három napja már éjszaka automata fegyverekből lőttek a közös szerb-magyar járőr egységekre. Ez a migránsok átlépték a Rubikont, ilyen körülmények között Magyarország nem teljesítheti a brüsszeli bürokraták követeléseit. Brüsszel ugyanis azt követeli, hogy ezeket a migránsokat engedjük be Magyarországra. Tisztelt ház! Láthatják, hogy ősszel Magyarország ellenfelei várhatóan egyszerre lépnek majd fel a követeléseikkel. A Soros Birodalom, a brüsszeli bürokraták és az amerikai demokraták csupa olyasmit akarnak tőlünk, amit mi nem tudunk, és azt hiszem, nem is akarunk megadni nekik. Az amerikai adminisztráció az ősszel továbbra is azt akarja, hogy mi is szálljunk be a háborúba, szállítsunk fegyvert, adjunk még több pénzt Ukrajnának, de legalábbis járuljunk hozzá, hogy Brüsszel a mi pénzünket odaadhassa nekik. Brüsszel azt akarja, hogy engedjük be a migránsokat, és építsünk nekik migráns gettókat. Engedjük be a szexuális propagandát az iskolába, engedjük át nekik gazdasági döntési jogköröket, és ráadásul mondjuk le az önálló külpolitikáról, és adjuk fel az egyhangú döntés jogát a külpolitikai kérdésekben. Azzal fenyegetnek, ha mindezt nem tesszük, akkor folyamatos nyomást gyakorolnak majd ránk, visszatartják a brüsszeli pénzeket, és a Soros Birodalom pénztárán keresztül fizetni fogják a magyar baloldalt, vagyis a magyar kormány belföldi ellenfeleit. Tisztelt képviselőtársaim, teljesen egyértelmű, hogy a mai válságot a Fidesz rezsim okozta, nem a háború, nem a migránsok, nem Brüsszel, nem Soros, nem a Vasorubába, hanem Orbán Viktor és a Fidesz. Nos, miniszterelnökről a megoldásról nem beszélt, pedig lenne megoldás, haza kéne hozni az uniós pénzeket. Három egyszerű feltétele van, ne lopják el, hagyják békén a bíróságokat és a magyar egyetemeket. Ennyi. Nem akarom megbántani Tóth Bertalan képviselőtársamat, de én abban érzek valami lelki defektust. Önök azért szurkolnak, hogy Magyarország ne kapja meg az Európai Uniós forrásokat. Önök szerint ez normális? Ellopják, mert a tanárok fogják ellopni azt a pénzt, amit Brüsszelből oda kéne adni a tanároknak? Hát akkor legalább azt támogassák. Ne essen nehezükre, legalább a magyar tanárok bérét támogassák. Engedje meg, miniszterelnök úr, hogy fölvessem azt a lehetőséget, hogy Magyarország számára fontosabb a NATO bővítése az, mint hogy egy svéd televízió milyen véleménnyel van önről. Tehát én azt gondolom, hogy közhatalom gyakorlása után ezen lelkileg túl kell lendülnünk, hiába csinálta különböző filmeket, és ezt filmkritikailag tudjuk kritizálni. Ennek ellenére az a helyzet, hogy olyan kérdésekben, hogy a legfontosabb katonai szövetségesünket miben engedjük bővülni, nem az a kérdés, hogy egy 4 évvel ezelőtti film Kocsis Máté frakcióvezető úrnak éppen tetszik vagy nem. A film dolga Svédországban bennünket nem izgat önmagában, mert hát a művészet már csak olyan, hogy a témáját is szabadon lehet megválasztani, meg az arról kialakított véleményt is. Bennünket egyáltalán nem érdekel, hogy Svédországban milyen filmeket csinálnak, és ez hogyan érinti Magyarországot. Ez számunkra közömbös.
Az azonban érint, hogy mit tanítanak az iskolában a Magyarországról a svéd gyerekeknek. Na, az érdekel bennünket. Ugyanis az nem a művészi alkotás szabadságának kérdése, hanem az állami politikájé. Ha egy állami iskolában, egy állami iskolarendszerben tanítják azt, amit azon a filmen látunk Magyarországról, akkor ez egy olyan dolog, ami a problémát az állami politika, a nemzetközi politika rangjára emeli, és ezt mi nem fogjuk elfogadni. Ebből következik az a kérdés is, hogy vajon sürget-e bennünket bármi Svédország NATO tagsága esetében. Egyetlen ilyen körülményt sem látok. Svédország biztonságát semmi sem fenyegeti. Haza kell hozni az európai pénzeket, erre önök nem voltak képesek. Ehhez új kormány kell, szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya. Ezzel szemben haza kell küldeni az akkumulátorgyárakat. Ezzel szemben önök telepítik az akkumulátorgyárakat. Ezért aztán nyilvánvalóan új kormány kell, szociáldemokrata kormány kell, Dobrev Klára kormánya kell. Hosszú-hosszú évek óta először mondhatom azt, hogy Gyurcsány Ferenc főszólalásában imponált az, hogyha valaki bízik a feleségében, és kiáll mellette. Sok sikert kívánok! És nézzünk rá egy kicsit az ön másik kedvenc szuverenitási kérdésére, ez az akkumulátor gyártás, ami idehozza a legszennyezőbb, legmérgezőbb iparágat Európában. Ez egy eszement stratégia, kiárusítja a nagy szuverenitás jegyében a vízkészleteinket kínai érdekeknek. Ez a magyar érdek. Az a helyzet, hogy ez az egész akkumulátorgyártás, miniszterelnök úr, nagyon emlékeztet sokakat Rákosi Mátyás Vas és Acél országának. Örülök, hogy tetszik, ezek szerint egyet értenek. Az is egy abszurd dolog, hogy Magyarországon magukat zöldnek tartó csoportok támadják az akkumulátort. Németországban a zöldek jelszóval tudják mi? Akkumulátor egy darab jövő. Ezek az önök elvtársai. A vízigény kérdés is mindig előkerül. Szeretném, ha tudnák, hogy Magyarországról több víz távozik, mint amennyi bejön. A Duna vízhozama 5 másodperc alatt többet hoz, mint egy akkumulátorgyár egész éves szükséglete. Ne nevettessék ki magukat. Ön azt ígérte az elmúlt percekben, hogy számíthatnak az emberek további intézkedésekre. A kérdés úgy hangzik, hogy visszatérnek-e a kommunista stílusú ársapkák. Lesz-e megint olyan, hogy nem lesz majd tej a polcokon, vagy cukor a polcokon, mert ez következett be, és önöknek pontosan látniuk kellett, amikor ehhez hozzányúltak. Az ársapkákat kommunista intézménynek tekinteni, itt is óvatosságot javaslok, különösen azért, mert számos európai ország használ ársapkát. Tehát lehet, hogy Franciaország kommunista az ön fölfogása szerint, ez első látása nem tűnik nyilvánvalónak. Amiről ön fájó módon egyáltalán nem beszélt, én viszont meg fogom tenni, ez pedig a demográfiának a kérdése. 1990-ben Magyarországon a 30 éves nőknek mindössze 13%-a volt gyermektelen, most már, miniszterelnök úr, 56%-a. Egy SZIA kedvezmény kevés lesz ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk. A kormánnyal kapcsolatos bírálatát nem tartom méltányosnak arra vonatkozóan, hogy ne mozgósítana a kormány minden elérhető erőforrás a családtámogatások érdekében. És végül várjuk a miniszterelnök úr kemény, felháborodott, elítélő válaszát és szavait azért, mert Vlagyimir Putyin olyan orosz tankönyvet iratott, amiben 1956 szabadságharcosai fasisztáknak állítják be. Mitől fél ennyire miniszterelnök úr? Nem attól, hogy előkerülnek egy moszkvai irattárból az ön rendszerváltás előtt végzett politikai tevékenységei. Végezetül még Gerencsér képviselőtársamnak is szerettem volna válaszolni, de úgy láttam, hogy az ő hozzászólása nem más, mint egy reménytelen küzdelem az értelemmel. Ezzel nem tudok mit kezdeni, de szurkolok nekik!